Négy A csoportos és négy B csoportos klub utánpótlás csapatai vettek részt a szolnoki döntőben, ahol ott volt a Nyíregyháza Blue Sharks is. A Kék Cápák a hazaiakkal, a Pécsi VSK-val és a MASZ-szal kerültek egy csoportba. A nyíregyháziak előzetesen nem céloztak meg konkrét helyezést, a Sitko Ernő Lekli József páros azt szerette volna, ha a korosztálynál jó néhány fiatalabb játékos felvonultató együttes kihozza magából a maximumot. Ennek az elvárásnak megfeleltek a Cápák. Lehet, hogy furcsának hangzik az, hogyha azt mondom, hogy minden tekintetben elégedett vagyok a csapatnak a teljesítményével, hiszen ha végigmegyünk a mérkőzéseken, akkor nem mindegy, hogy milyen mérkőzéseket nyertünk és milyeneket veszítettünk. Amikor megérkeztünk, ugye az első napon a Szolnok csapatával játszottunk, egy hazai erős csapat ellen álltunk föl, akik nagyon jó teljesítményt nyújtottak, alapvetően nem tudtunk mit kezdeni a Szolnok idegen légiósával, tehát igazából nem volt esélyünk a mérkőzésen. A következő meccset a Pécs csapatával játszottuk, akik ugye az A csoportos U20-as bajnokságnak a bajnokai alaszakasz győztesei voltak. Őket megvertük egy olyan mérkőzésen, ahol végig tudtunk dominálni és végig mi irányítottunk. Majd ugyanezen a napon délután érkezett egy következő mérkőzés ugye a MASZ ellen, ami eldöntötte, hogy ki fog a négy közé kerülni. A szakemberek szerint a torna egyik legszínvonalasabb meccsén 85-74-re győztek a fővárosiak. Az alsóházi folytatásban a csalódott nyíregyháziak 76-64-re kikaptak az óbudai kaszásoktól, majd a budapesti honvéd elleni 96-88-as győzelemmel megszerezték a hetedik helyet. A döntőpont királya és legtöbb értékindexpontot gyűjtő játékos a Fazekas Csaba lett, akit beválasztottak a torna All-Star ötösébe is. Sitko Ernő a szövetség elnökségének tagjaként is figyelte a férfi szakák közvetlen utánpótlását. Ezek alapján kellene megmondanom, hogy milyen lesz a jövő, akkor lehetek derülátó, hiszen nagyon jó mérkőzések voltak, nagyon szép küzdelemmel, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte minden találkozó élvezetes volt, és szépen küzdöttek a srácok. De ez nem elég ahhoz, hogyha nincsenek ott az A-csoportos csapatokban, és nem játszanak ezek a játékosok folyamatosan a csapatokban, akkor nem fog a válogatottunk komoly mértékben előrelépni. Szerintem ezen a hétvégén is bizonyították a magyar fiatalok, hogy érdemes rájuk építeni, hogy érdemes néhány játékost berakni a felnőtt csapatokba is, és lehet, hogy nem ez hozza meg a legrövidebb sikert, de hosszú távon biztos vagyok benne, hogy minden csapatnak kifizetődő, hogyha néhány ilyen tehetséges játékost foglalkoztat az A-csoportos csapatok közül is. A Kék Cápák U20-as csapata a jövő hét második felében Tallinnban szerepelt volna az EJBL szuperdöntőjében. Mivel azonban a felnőtt csapat bajnoki elődöntőt játszik, és az ellenfél Veszprém nem járult hozzá az esetleges harmadik meccs időpontjának módosításához, a nyíregyháziak kénytelenek voltak lemondani a részvételt.